Sziasztok! Ori vagyok, és itt van egy újabb videó a Star Wars Galaxy of Heroes nevű játék. Hát, kezdjük is mindjárt a fontosabb hírekkel, tehát azt jelenti, hogy jön ki a Datacron Set 10-es, tehát azt jelenti, hogy a 8-as, ami 4 hónappal ezelőtt jött ki, az nem sokára megszűnik, azt hiszem 10-én, tehát körülbelül vagy 6 napunk lehet hátra. És ez azt jelenti, hogy azt hiszem 3-4 nap múlva, hogy indul az új Conquest, ugye? Tehát azt jelenti, hogy ez a kettő össze van kötve. Na most az új Conquest, ezt már láttuk, tehát azt jelenti, hogy ez most másodszor lesz, ez a csoda, Ufus csoda, feat-ekkel, vagy megcsinálhatatlan feat-ekkel minden estre. Lényegével lényeg, hogy ezt is túl kell élni. Jó, nézzünk bele akkor a Datacronba, hogy milyen lesz. Először is rögtön mondanak egy ilyet, hogy kizárólag erre a 10-es Datacron szetre az 3, 5, 7, 7, tehát Relic 3, Relic 5 és Relic 7-es előfeltételt lecsökkentik Relic 1, Relic 3, Relic 5-re. Tehát azt jelenti, hogy könnyebben igénybe lehet venni a különböző szinteket. Na most, amit gyorsan kinyitogatom a dolgokat, bocsánat, amit így gyakorlatilag gyorsan el lehet mondani, az az, hogy nagyon fura a datakronos bónuszokat adnak, nem látok semmi normálat, helyette ilyen fulladtak, tehát minden támadást támogató dolgot raktak be, semmi védelem vagy bármi. Jó, ami viszont nem kerülheti el a figyelmünket, hogy csak light side-os tudsz lesz. Tehát megint visszatértek a hülyeséghez, tehát azt jelenti, hogy megint csak az egyik oldal van, dark side nincs. Tehát most megint itt lesz a szűk esztendő a dark side-ra, ugye, mert megint az lesz, hogy na, megint van egy dark side-os csapatom, és nem tudok betenni nekik semmit, semmi értelmeset, jó? És akkor nézzük át, most az alap dolgokon nem megyek át, de nézzük a factionöket, mert ez tényleg érdekes. Tehát van a Jedi, Phoenix, Clones és Wookie, tehát rögtön kiderül, hogy nem három, hanem négy. Ugye mindig három kiválasztott faction szokott lenni, de most négy van. Ezen kívül nagyon fura a faction, tehát azt jelenti, hogy ilyen kisebb átfedések is vannak, meg nem mindegy, a lényeg, hogy menjünk át nézzük meg azokat a dolgokat, amik úgy elsőre kiszúrták a szememet. Hát az biztos, hogy a Jedi az brutál lesz. Tehát azt jelenti, hogy 5 tulajdonságból 4 mindegyik durva. Tehát az egyes is durva, a kettes nem annyira, de a másik 3 is durva. Tehát yes, ez egy nevetséges mindegy. 5-ből 4 nevetségesen erős a tulajdonságot ad. A Phoenix-et nem néztem meg, de biztos jó lesz, ha valakinek van relikes Phoenix csapata. Ami viszont a klónokat illeti, ugye az elég sok embernek van klón trooperje mindenféle szempontból, mert egyrészt például az 501 ugye az kell az LV-hez, tehát az nagyon sok embernek megvan nem az 501, bocsánat, a Bad Batch, az 501 meg úgy alapban megszokott lenni a gas csapat miatt, tehát ugye alapvetően több klón trooper csapata is lehet az embernek, tehát ez az érdekes. És ami nekem nagyon kiszúrta a szemem, az első tulajdonságuk. A második se rossz, nagyon hasonló egyébként, mint az első, csak az a helyzet, hogy az első, az tipikusan a gas csapatra van tervezve. Tehát azt jelenti, hogy ott nyomják a basic ability-ket, mint az állat, és akkor mindenki csak úgy kapja az 500-ai critical damage-t. Nyomok egy basic-et, ugye a jó ember nyom egy basic támogatást, és akkor 2x500-ai critical damage-et kaptam csak egy támadás miatt. Megint a másik is támad, megint jön az assist, és akkor megint 10%-ig critical damage, és until the end of the battle. Ez egy vicc, ugye? Jó, mindegy. Ami még esetleg érdekes lehet, tehát ez a klón, ez a negyedik se rossz, de az ötödik az, ami szerintem fura, mert ugye a gaz csapat az kapásból tudja ezt. Tehát ha megölök valakit, akkor az nem
támasztható föl, de mi van, ha nem magas a vezető, valamiért máshova raktam be, hogy eljön, előfordulhat. Van, aki kerubival használja, szerintem nem sok értelme van, de legalábbis a GA-ban vagy a TV-nél nagyon kevés értelme van nem a saját csapatában használni, de előfordulhat, hogy például Rex a vezető, és akkor ha ezt beteszem, akkor úgy működik, mint a gaz csapat, tehát ilyen kicsit fura. Jó, Vukit se nagyon tárgyalom ki, mert hogy kutyának nincs Vukia, legalábbis a free player-ek között nem hiszem, hogy sok ember van. Nézzük meg az egyedi karaktereket, tehát már az újakat hozzák befelé, nyilván, miért is ne. Ami így kapásból nekem szembe szökő volt, az, hogy a teljes Phoenix team itt van. Tehát itt van a Captain Rex, ugye Ezra, Kanan, Sabine, Zeb, Hera és még Chopper is. Ez egy vicc, ugye? Jó, mindegy, ami így a normál embereknek érdekes lehet szerintem, az a Kurninak a cucca. Ne felejtsük el, hogy már Relic 5-ön él, tehát azt jelenti, hogy már pedig ugye az 501-nek az összes csapata fönn van általában Relic 5-ön, tehát ezt esetleg érdemes lehet rámenni ugye a Kurnira, a cuccára. Jó, mit akarok még? Jött egy game update a Leviatánhoz, hát nem nagyon hiszem, hogy a free playerek között van, akinek már meg lenne, de ha megvan, akkor az nagyon ügyes volt, és sok szerencsét hozzá javítottak, vagy 8 dolgot az egész Leviatán meg a bandája körülötti dolgokon, de állítólag nem is biztos, hogy sikerült az a javítás, de mindegy. Hát ez is egy hír volt. Jó, ennek kell örülni. Örülni, hogy az embernek van luka fenekén, bocsánat, hogy ezt mondom. Minden esetre, ami fontos, tehát, hogy körülbelül ugye egy olyan 3-4 nap múlva kezdődik ugye a Conquest, ez a fontos hír, és vége lesz a 8-as Datacron setnek, jön helyett a 10-es, átmentem, hogy mi mit csinál körülbelül, és akkor mindenkinek jó játékot, túlélést a játékba, sziasztok!